Sziasztok! Ismét velünk, ismét itt vagyunk. Nem volt elég a laza kis bemelegítés. Most jön egy jó kis guggolásos, kitöréses, fekvőtámaszos, hát nem tudom minek nevezem, 10 perces kis blokk, amit majd meg fogunk csinálni a másik oldalra. Javaslom neked, látod, mi egyes padon dolgozunk, hogy te is maradj ezen a szinten, kivéve, ha úgy érzed, hogy szükséged van arra, hogy még jobban megdolgoztasd a comb és farizmokat, akkor felemelheted 2-3 magasságra, használhatsz hozzá zsámolyt, kis sámlit, kis széket, lépcsőt, bármi, ami megfelel egy magasított kis emelvénynek. Ha nem, akkor csinálhatod nyugodtan talajon, hidd el, azt is meg fogod érezni. Felkészültél? Oké. Lányok? Oké? Akkor kezdjük. Fent van a jobb lábunk a padon, és guggolni fogunk. Le. 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 Amit látjátok, a guggolás szélességem nem túl szűk, és nem is túl széles. Picit szélesebb, mint válszélesség. Azaz. Na még. Aha. Figyelj arra, hogy a tér ne menjen a boka felé. Bokán, bocsánat, a lábfejen kívül. És mindig a lábfej irányát kövesse guggolásnak. Figyelj a törzsedre, lumbális szakasz, hasizom stabilizál. El fogunk fordulni és kitörés. Le. 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 Itt nagyon fontos, hogy a törzs egyenes legyen, és szintén ne menjen a lábfej elé a tér. Nagyon jó. Na még. Ez az. Aha. Még, még. Aha. Az. Még 8 darab. Ha otthon csinálod, mindenképpen legalább 32 ismétlést csinálj ezekből. Még egy picike. És lent maradunk. Rugó. Rugó. Jó mélyen. Rugó. Nagyon jó. Nagyon jó. Ez az. 4, 3, megtartjuk, megfog a pad. Megfogod a padot, hátrébb lépsz. És így pumpa. Az. Aha. Nagyon jó. Na még egy kicsit. És figyelj. Lép. Vissza. Lép. Huha. Gyerünk, lányok. Lassan? Ez már annyira nem finom. Szerintem ők is érzik. Helyzet? Nem szólnak egy szót se. Kőkeményen utálnak már. Nem baj. Mazohisták amúgy. Velem együtt. Hozzuk be a tempót. Hopp, 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 hopp. Nem baj, ha neked nem megy a tempó. Ugyanúgy folytasd lassan. Vagy ha az is sok, akkor pumpa. Marad hátul. Tartsd meg. Van egy rossz hírem, fekvőtámaszok jönnek. Hátra lépünk. Hátra lépsz. Első körben padon van a két tenyér. Zárt láb. Vagy tudjátok mit? Egy láb. Oké? Lehet széles, lehet szűk fekvő. Amelyik neked könnyebben megy. 8 darabot fogunk csinálni most. Aztán majd a többi. 4, 3, 2, és lassan. Na még egyet. Tartunk. Letesz a lábikó. Eloldalazunk a pad szélére. Letesszük a bal tenyerünket szépen, jobb tenyér a padon. Ugyanúgy fekvő támasz, és a padnak a sarkához hajlítunk. Kész vagytok? Gyerünk! 8, 7, nyugodtan leteheted a térded, ugyanolyan jó. Azaz. Oké, visszamegyünk. Visszamegyünk. Másik láb. Másik láb. Nagyon jó. Jól van, azért pihenünk a fekvő támaszok között. Újabb 8 darab. 8. 7, 6, 5, 4, 3,
Leoldalazunk a másik oldalra. Szerintem ezt már érzi mindenki. Tegyétek le a térdet nyugodtan, csajok. Készülsz? 4, 3, 2, 8, 7, 6, 5. Még négyet. 3-at. Nagyon ügyes. 2, és 1. És vissza. Gyere vissza. Tart. Tartod. Visszalépsz. Bocsánat, jobb lábbal. És rugó. Nagyon jó. Azaz, rugó. Aha. 4, 3, 2, tartsd meg. Tart. Tartod. Visszalépsz egy picit kitörés pozícióba, és le. Nézzétek el nekem, hogy nem fordulok el. Le. Jó mélyen. Azaz. Le. Na még. És rugó. Le. Aha. Azaz. Fincsi lányok. 4, 3, visszafordulunk és guggolás. Le. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. És rugó lent. Rugó. Aha. Rugó. Azaz. Rugó. Na még egy pici. 4, 3, figyeljön a tért húzás. Húz. Lent a súlypont. Ezekből is 32 minimum. És fogod a padot? Folytatod. Azaz. Aha. Jövünk feljebb, folytatjuk. Hopp. Húz. Húzod. És persze mosolygunk. Nem izzadunk, nem fáradunk. Húz. És gyere, emel. Picit, derékszögtől felfele. Azaz. Tartsd meg! Tart! Nagyon jók vagytok ti is, és a lányok is. Tart! A kedvencem jön! Nyújt! Nem fáj semmi. Igen, jó. Az a baj, már én sem hiszem el. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tartjuk még. Tart. Nyújts föl. Nyújt. Feljebb a lábakat, pipál a lábfej. Feszít a has. Ez az. Még egy picit. Feljebb. Nagyon jó. Tart.
Jó. Hát, nekünk ez szerintem most elég volt ez a 10 perc. Várunk benneteket a következő blogban. Még mindig ugyanerre a lábra fogunk dolgozni, csak egy kicsit másképp. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok. Nem sokára találkozunk. Szép napot mindenkinek, jó pihenést. Sziasztok!